Technotel Kft. 20 éves szolgáltatói múltra tekint vissza, és végigmentünk ezen a klasszikus ISP evolúción. Vezeték nélküli hálózatokkal kezdtük a szolgáltatást, utána 2008-tól HFC hálózatokat üzemeltettünk, illetve építettünk, és körülbelül 2015 óta, 16 óta az optikai hálózatok irányába fordultunk, egyre inkább a jövő álló technológiákra koncentrálunk. Ma már a hálózatunknak a nagyobbik fele optikai hálózat, FTTH GPON hálózatok épültek föl az utóbbi pár évben, úgyhogy gyakorlatilag az ügyfeleinknek most már 60-70% a GPON hálózatról kap kiszolgálást, körülbelül egy olyan 20-25% még HFC hálózaton üzemel, és egy ilyen 15-20% körüli wireless ügyfelünk maradt. A Siófoki kórházzal egyébként ennek kapcsán alakult ki a kapcsolatunk, ugye vezeték nélküli szolgáltatóként kezdtünk itt a városba, bár már nem siófoki székhelyű cég vagyunk, de ezért Siófokinak pozícionáljuk magunkat, és az első antennáink azok a kórház víztoronyra kerültek fel, ez egy stratégiai pont itt a városba, remélhetőleg látszani fog majd a felvételeken, és ez egy nagyon magas pont, gyakorlatilag a teljes Balaton innen besugározható, illetve hát a város, épp ezért ilyen antenna bérlet kapcsán kerültünk legelőször kapcsolatba a Siófoki kórházzal, és hát közel, ez is 20 évre tekint vissza ez az együttműködésünk, és az alatt a 20 év alatt a helyi LAN hálózatoknak az építésébe, üzemeltetésébe is azért szerepet vállaltunk. Ez a Siófoki kórház, ez egy komplex, nagy infrastruktúra. Több kórházblokk található benne, a kórházblokkok közt optikai hálózatos kapcsolatok vannak. Magán az épületeken belül az emeletek közt szintén optikai, de az emeleteken pedig réz alapú Ethernet hálózatok futnak. Ezeknek az építésébe, mérésébe is részt vettünk, és így van gyakorlatilag egy elég erős szakmai kapcsolatunk a kórházzal, ami gyakorlatilag ebbe a Wi-Fi-s projektbe is megnyilvánult. A kórház alapvetően várótermi Wi-Fi szolgáltatást szeretett volna, tehát ez nem egy fesztivál Wi-Fi, ide olyan eszközöket kellett keresnünk, ami árérték arányban megfelelő, ki tudja szolgálni ezt az igényt. A várótermeket, illetve a sürgősségi osztályra kellett egy lefedettséget terveznünk. Internet szolgáltatóként mi a tapering eszközöket pontosan a nagyon jó árérték aránya miatt már egy ideje használjuk az ügyfeleink részére, ezeket ajánljuk, amikor faltól falig Wi-Fi rendszereket szeretnének a GPON szolgáltatás mellé. Ezért ezt a HC220G5 mesh routereket szoktuk az ügyfeleknek ajánlani, és most már nem tudom, 2 éve forgalmazzuk ezeket az ügyfelek felé. Alapvetően jók velük a tapasztalatunk, azt látjuk tényleg, hogy árérték arányban teljesen jók, és mivel itt a kórháznak is egy nem kellett egy ilyen erős fesztivál wifi, de ugyanakkor stabil, megbízható rendszer kellett, azt gondoltuk, hogy a tapering az egy jó irány lehet, és a tapering beállt ez mögé, és megfelelő kondíciókkal egy jó eszközplatformot ajánlott számunkra. Ez a rendszer tavaly nyáron került beüzemelésre, augusztus környékén, és azóta gyakorlatilag hibamentesen működik. Mint mondottam, ez egy várótermi wifi. Ugye az látható, hogy a mai világban, hogyha valakinek üres ideje van, várakoznia kell, akkor egyből nyúl a zsebébe a telefonért. Itt is erről szól a történet. A váróterembe, amikor várni kell a rendelésre, akkor segíti ezzel gyakorlatilag a hozzátartozóknak, illetve a betegeknek az internet elérését. Ez egy korlátozás nélkül használható wifi, tehát ezen akár az ügyfélkapus beteg nyilvántartási rendszer, a recept, a nyilván vagy a személyes adatokra szóló recept rendszert elérik, illetve bármilyen szükséges információt ki tudnak böngészni az interneten. Ez egy nagy kórház, a havi betegforgalma az ilyen 18-19 ezer körül van a havi járó betegforgalom. Úgyhogy ha ezt összeszámoljuk és hozzáveszünk még a hozzátartozókat is, akik esetlegesen elkísérik a betegeket, akkor ilyen napi akár 900 ezer kapcsolatfelépítésre is kellett számolnunk, és körülbelül erre lett méretezve a rendszer, és hát a rendszer használati adatok igazolják is, hogy jobb napokon ennek a közelébe járunk. Ezt a rendszert ezt egy OC200-as kontroller vezérli, és 11 darab AP került felszerelésre, ez az EAP 225-ös típus.
illetve hát ez két ilyen PoE switch koncentrátoron csatlakoznak ezek az eszközök, és ezek szolgálják ki a hálózatot. A betegfelvételen, a betegfelvételi aulában van két AP, a szakrendelések várótermeibe, a sürgősségi osztályokon lett ez a 11 AP úgy elosztva, hogy nyilván van az épület adottságait figyelembe véve, ahol falak vannak, vagy elválasztás, ott ugye több AP-t sűrítettünk, de alapvetően egy ilyen közel 1000 négyzetméter az a várótermi, meg kórtermi méret, amit lefed ez a rendszer. Szóval a rendszer beváltotta a reményeket, az indítással nem volt semmi probléma, az installálás simán ment, fölé lett a rendszer úgy, ahogy kell, és gyakorlatilag most már közel egy éve hibamentesen működik, ügyfél oldalról nem kapunk panaszt, és gyakorlatilag azt a teljesítményt is kiszolgálja, amire nagyjából szántuk a rendszert. Megkaptuk a kórháztól adatszolgáltatásként az épületnek az alaprajzi térképeit, ezek az alaprajzi térképeket, ezeket megkapta a tervezőcsapat, és ezekre lett ráhúzva gyakorlatilag a hálózat, és gyakorlatilag az élet is azt mutatja, hogy kiszolgálja megfelelő a lefedettségek a várótermekben, amiket vártunk tőle. A kórház tervezi bővíteni a rendszert, úgy tudom, hogy legelőször a fekvőbeteg osztályoknak a kórtermeit szeretnék lefedni ezzel a hálózattal, utána a gyermekgyógyászat, az orrfülgyégészet és a belgyógyászat és a sebészetre szeretnék kiterjeszteni a hálózatot a második lépcsőben.